Mint ismert, a kormány megbízásából 2012. októberében indult útjára a Nemzeti Könyvtár sorozat azzal a céllal, hogy a magyar irodalom legjavát egy egységes sorozatba gyűjtse. A tervek szerint 2018-ig összesen 96 kötet fog majd megjelenni. A Nemzeti Könyvtár sorozatban eddig összesen 30 darab könyv jelent meg. Az első hullámban 24 kötet, a második sorozatból pedig már 6 kötet. A mai nappal pedig újabb 6 kötettel gazdagodik a Nemzeti Könyvtár. A válogatás fő szempontja ezúttal is az olvasmányosság, a sokszínűség és a nemzeti önbecsülés erősítése. Kikönyörögtem Tarlós főpolgármester úrnál, hogy egyezzen bele, hogy a kettes számú ajánlata jelenjen meg. Ő ezt elfogadta, Kőrösi Csoma Sándort ajánlotta Baktaitól. Tulajdonképpen mind a kettőre mondhatjuk, hogy hős, mert akár Baktai is hős, olyan tudást szerzett meg magának. Hát körülbelül ennyi ez a kötet. Mint látják, minden kötet elején van egy címkép, itt a hátam mögött is sorjáznak ezek, és minden kötet belső oldalán közöljük az írónak az arcképét is, vagy a róla készült festményt. Szent Györgyi Albert az Őrült majom című munkája, tudós ajánlott tudóst, ugye, Pálinkás úr, mint tudós Szent Györgyit, és én szerintem sokan meglepődnek, amikor a C-vitamin nagyszerű feltalálójának, magyar hősének az eszéit olvassuk, az élő állapot, a béke, élet és erkölcstana, valamint az Őrült majom című írásokat. Azt akarom mondani, hogy számomra izgalmas volt, amikor ezekkel a művekkel megismerkedtem, hogy egy nagy tudós milyen mélyen tud gondolkozni az élet más jelenségeiről. A 33-as kötet egy derűs alkotás, Dékány András, Matrózok, Hajók, Kapitányok című munkája Csergezán Pál rajzaival. Bizonyára sokan gyermekkorukból emlékeznek, ez tulajdonképpen ifjúsági irodalom annak a legjava. A 34-es számú kötet, Szenci Molnár Albert magyar zsoltáros könyve, Balogh Zoltán miniszter úr javaslatára előszavával ellátva. Ez tulajdonképpen sok kiadást ért meg, de egy csodálatos remek mű, költői remek mű, egy csodálatos rendszert mutat, egy világnézetet mutat, ráadásul ezek ma élő zsoltárok. Ennek a kötetnek az újítása az, hogy a mi kollégáink segítségével, akik vendégeink, házaspár, az összes kottaképet beleraktuk. A Nemzeti Bank elnöke Krúdi ételeivel foglalkozik szabadidejében. Szigeti doktor csinált egy összeállítást, hogy a nagy Krúdi életműből kiemelte azt, ami ebbe a tárgykörbe tartozik. Gyönyörű, századfordulós, zöld vendéglő képe halványan a címoldalon. Nemes Kürti István, Önfia vágta sebét, két történelmi esszé van benne, az ajánló Fekete György a MMA elnöke.